azt kívánom, hogy használjátok egészséggel, és további szakmai sikereket kívánom. Hivatalosan is a Csapó Dániel mezőgazdasági szakközépiskola birtokába került annak az árkának a kulcsa, ami mostantól a rendészeti képzésre járó diákok gyakorlati képzését segíti majd. A tanulók mostantól testközelből láthatják, hol és milyen körülmények között él egy elítélt évekig a börtönben. Sok diák például csodálkozott azon, mekkora egy zárka. Simonné Szerdai Zsuzsanna, szakközépiskola főigazgatója, mint a zárka ünnepélyes átadóján arról beszélt, míg 2 évvel ezelőtt pontlevonást kaptak az iskola diákjai az országos rendészeti csapatversenyen, mert nem jól hajtogatták össze a rabruát, és nem tudták, milyen eszközök lehetnek az elítélteknél. Idén már a 2. helyen végeztek az iskola diákjai. Nekünk a fő céljunk, hogy a nálunk végzett diákok, vagy a büntetés végrehajtás, vagy a rendészet, vagy éppen a honvédség területén, vagy katasztrófavédelemnél tudjanak elhelyezkedni. Jéri Tamás, a Tolna megyei Büntetés Végrehajtási Intézet megbízott parancsnoka az átadón a szakmák hiteles bemutatását emelte ki. Szerinte ez a mintazárka a záloga annak, hogy a fiatalokból nem lesz pálya elhagyó, mert tudni fogják, mire vállalkoznak azok, akik a büntetés végrehajtást választják hivatásuknak. Ez azért is fontos szerinte, mert ezen a területen folyamatosan cserélődnek az emberek. A büntetés végrehajtás személyi állománya feltöltött, de természetesen a normál fluktuációval lesznek majd helyek a börtönökbe is, és szükségünk van az utánpótlásra. Több mint 25 éve folyik rendészeti képzés Palánkon. Jelenleg 90-en tanulják ezeket a szakmákat.